Információink szerint rendkívüli haláleset történt a hétvégén Karcagon, a Gyep utcában. Megrázó tudósításunk következik. Az északi városrészen lakók közül többen hallották, hogy egy agresszív férfi végzett apjával. Azt, hogy hogyan, a városban többféleképpen hallottuk. Kaptam egy telefont az önök a húgomtól, 5:30-6 között. Azt mondta, menjek haza, hogy lehet probléma van otthon, mert látták, hogy ment kifele egy mentőautó, meg ment kifele a rendőrségi autó. Felkértem észrevétlenül, mondom úgy, hogy az én fiam, a Zsolt köhécselt, mondom neki, fiam, fenn vagy? Azt mondta, anyu fent. Mondom, fiam, mondom, menjünk, mondom, mert valami probléma, nagy probléma van otthon. Ennyi tudok önöknek mondani. Mert amikor még megindultunk az autóval, másodjára megint hívott égem az onaga húgom, a Brazillánál telefonált, hogy na mi van már, na nem tudok megmondanom semmit. Annyit tudok, mikor bementünk a Gyep utca 44 szám alatti utcában, hogy el van vitorolva az egész ajtó, ki volt írva, el volt kerítve rendőrség. Én mondtam, hogy beszerették menni, azt mondták, nem szabad menni, sebe, se kimenni. Azt mondták, hogy először a rendőrök beszélgettek, vagy 20 percen keresztül, utána nyilatkoztunk, hogy ne arguljanak meg, az öreg az éjszaka folyamán elhunyt. Én megmondom önöknek őszintén, benne van a pakliban minden, mert nem jó viszályba voltak. Rendes ügyeik voltak volna, én megmondom magának őszintén. Nekem a papa mondta, hogy meggyanúsított az többszörösen, az apukáját mindig bátalmazta. Annyit tudok, hogy a sokszor hazamentem én is, arra mentem haza, tény és valóság, hogy a szomszédok megvédték, megverték, akkor sem nem csináltak semmit a rendőrség ellene. Bevitték, elbeszélgettek vele, és kiengedték. Már akkor nem kellett volna kiengedni az én rossz, nem mindegy, nem mondok olyat, az én gyilkos fiamat, hogy a gyilkos egyáltalán, már pedig én már apa gyilkosnak hívom az ilyet, hogy sajnos 34 évet egy életet elvett tőlem, ott, ahol nagyon szeretem a férjemet, mindegy, hogy jóban, rosszban, együtt voltam vele, nem szeretett, nem bántott. Jó szomszédaik voltak, nem mondom, mert nagyon jó szomszédaik voltak neki. Akárhányszor megsértették, megbántották, megvédték attól a mocsoktól, mert mind bántalmazta. Nem is egyszer, többszörösen megvédték őket. Sebestyén Sándorné, a közvetlen szomszéd is megdöbbent a történteken. Hát ilyen nagy hangja volt. Azt hittem, baj van, mert itt voltak a rendőrök. Azt hittem, hogy hát megint baj van, mert többszörösen kihívták rá a rendőrt, mert nem bírtak a fiúval. Erre nem gondoltam, hogy halális eset is történt. Reggel arra ébredtünk föl, hogy 6 óra volt, kijöttünk a nejemmel, akkor már el volt kordonozva a terület, kijöttem, szóltam a nejemnek, mondom, gyere már ki, mondom, lehet baj van. Kijöttem, akkor már itt volt a fia, kérdeztük, hogy mi van a baj, azt mondták, hogy meghalt az apukája. De hogy, akkor még nem tudták. Az volt a híre, hogy a fia ölte meg. Elsőnek jöttek ilyen helyszínre, ők találgattak kifele mindenfajtát, hogy leszúr, de nem volt rajta szúrás, nem semmi, hanem megrugdosta, szétrugta. Mivel? Olyan acélbetétes cipővel. Agresszív volt az a srác? Hát, amikor ivott, igen. Mikor ivott, igen. Agresszív volt. Akkor a szüleiben nagyon. Én sokszor megvédtem az öreget tőle. Tényleg, nagyon sokszor megvédtem, hogy ne bántsa. Nem is én, többi szomszédaim is mind megvédte. Nem egyszer, nem kétszer, mert sajnáltam tényleg az öreget. Bántalmazta többször, én védtem meg a legtöbbször tőle, hogy ne bántsa.